Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Kozma Zoltán vagyok. A műsorban foglalkozunk a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokkal és az itteni magyar beruházásokkal. Az orosz-ukrán háború miatti komoly gazdasági következményekkel számolhat Európa, de mit tehet ebben a helyzetben Szerbia? Erről beszélgetek a közgazdásszal. Aranyat ér a föld, ezt már kiskorunk óta mindannyian jól tudjuk itt Vajdaságban, de hogy mennyiért tudunk venni termőföldet vagy gyümölcsöst, hamarosan kiderül. Emellett Gunarasra és Újvidékre is ellátogatunk, valamint a horvátországi magyarok helyzetéről is hallhatnak a Közügyekben. Tartsanak velünk, kezdünk! Ahogyan már a híradóban is hallhatták, elhelyezték az UBM üzemének alapkövét Adaszewcin. A takarmánykeverő évente 150 ezer tonna takarmány előállítására lesz alkalmas. 100 új munkahelyet biztosít a teljesen magyar tulajdonban lévő vállalat. Az alapkövet Alexander Vučić szerb elnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter helyezte el, aki beszédében elmondta, a két ország gazdasága segíti egymást. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint Magyarország és Szerbia együttműködése egy sikertörténet. Szerbek és magyarok, büszkén állíthatjuk, hogy példát tudunk mutatni a világnak abban, hogy hogy kell ellenségeskedésből békét teremteni, és hogy hogyan kell nemzeti közösségeket konfliktus forrás helyett erőforrásként kezelni. Persze ez a helyzet nem csak úgy magától lett, hanem ezért a politikai vezetőknek sokat kellett tenni. Szükség volt önuralomra, szükség volt bátorságra, nehéznek tűnő, felelősségteljes döntések meghozatalára és kölcsönös tiszteletre. Magyarország és Szerbia politikai vezetői felvállalták ezeket a döntéseket, és az eredmény nem is maradt el. Ma már történelmi békeként tudjuk jellemezni a két nemzet és a két ország kapcsolatát. És azt tudom mondani önöknek, hogy ebből a történelmi békéből mindkét ország, mindkét nemzet és mindkét gazdaság nagyon sokat profitál. A két ország gazdasága stimulálja, segíti egymást. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulunk egymás energiaellátásának biztonságához. Büszkék vagyunk arra, hogy a legnagyobb magyar vállalatok itteni beruházásai segítettek Szerbiának abban, hogy az ország tavaly rekordnövekedést tudott felmutatni, amihez tisztelettel gratulálunk és az elismerésünket fejezzük ki. Büszkék vagyunk arra, hogy a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programban több mint 14 ezer vállalkozásnak adtunk támogatást. És büszkék vagyunk arra, hogy tavaly 4 milliárd eurós rekordot ért el a két ország közötti kereskedelmi forgalom. Magyarország és Szerbia együttműködése tehát egyértelműen egy sikertörténet, és most ennek a sikertörténetnek egy újabb fejezetét írjuk a mai napon, azzal, hogy Magyarország egyik legnagyobb takarmány alapanyag kereskedő vállalata jelentős beruházást indít itt Sitben, a szerb és a magyar kormány támogatásával. Alexander Vučić szerb elnök hangsúlyozta, Magyarország nem csak azokon a területeken fektet be, ahol magyarok élnek Szerbiában. A két ország az elmúlt 10 évben többszörösére emelte a kereskedelmi forgalmát egymás között, így Magyarország immár Szerbia 5. legnagyobb kereskedelmi partnere. Kada su me prvi put pitali, smeta li ti da mađarske kompanije unesu novac za Mađare koji žive u Srbiji, ja sam se nasmijao i rekao, dobrodošli, velika stvar za nas. A onda se poverenje toliko razvilo i želeli su da nam pokažu naši mađarski prijatelji koliko poštuju Srbiju, onda su krenuli sa ulaganjima u centralnoj Srbiji. Pa zamislite mađarsko ulaganje u Požegi. Kad je to bilo zamislio? A danas to imamo. I zato vam hvala, dragi mađarski prijatelji. I zato ste veoma dobrodošli ovde u Šidu. A
A mai világban a biztonság kérdése felértékelődik, így ez az élelmiszerellátás és az energiaellátás biztonsága is rendkívüli jelentőséggel bír. Magyarország nem engedi meg, hogy polgárai fizessék meg a szomszédban zajló háború árát, emelte ki Szijjártó Péter. Intézkedéseket hoztunk Magyarország élelmiszer ellátási és energiaellátási biztonságának szavatolására is. Kiviteli korlátozást léptettünk életbe a gabona területén. A kormány kiemelt támogatást biztosít a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatoknak, hiszen a világjárvány alatt meg tudtunk előzni mindenfajta ellátási zavarok kialakulását, és nem engedjük, hogy a háború alatt bármifajta nehézségek legyenek Magyarország élelmiszerellátásában. És ugyanígy az energiaellátás területén tudomásul kell venni mindenkinek, itt Európában és az óceán túlpartján is, hogy vannak regionális realitások. Ezek a realitások az infrastruktúrából és a fellelhető földgázforrásokból fakadnak. Térségünkben jelenleg az Oroszországból érkező földgáz és kőolaj meghatározó. Ezen természetesen lehet változtatni, de hosszú évek leforgása alatt. Éppen ezért nem fogadhatunk el olyan intézkedéseket, amelyek aránytalanul nagy terhet raknának Magyarországra, a magyar emberekre, Szerbiára, a szerb emberekre. Közös érdekünk tehát mindez, és amikor mi kiállunk az energiaellátásunk biztonsága mellett Brüsszelben, akkor nem csak Magyarország, hanem Szerbia érdekei mellett is kiállunk, és elnök úr, azt tudom önnek ígérni, hogy ez így marad a jövőben is. A szerb államfő azt üzente, Szerbiában van elegendő nyers kőolaj és üzemanyag. Az ellátás nem jelent gondot, de megugrottak az árak, ezért az állam beavatkozik a polgárok védelme érdekében. A szerb elnök megismételte, lesz elegendő só, cukor, olaj, liszt, búza és kukorica is. Mi u ovom trenutku imamo, verovali ne, csak 800.000 tona pšenice u rezervama i 1,5 milijuna tona kukuruza. To je za nas, jel tako? Dobro, da vidim ako sam pogrešio, ispravite me, Nedimović. Dakle, to su, a naše godišnje potrebe su 1,2 milijuna tona pšenice, da biste razumeli. Mi u ovom trenutku imamo 75% uskladištenih, a žetva vam je u avgustu. Dakle, imat ćemo koliko hoćete. Dakle, mi u ovom trenutku hoćemo da izbjegnemo ono što nam se dogodilo u ponedeljak. U ponedeljak smo mi imali zahteve, nemoguće logistički bilo da mi to izvedemo, ali hoću da znate zašto država mora da brine. To šta je prelazilo preko administrativne linije na Merdaru, to nikad u istoriji nije prešlo. To šta je prelazilo po drugim prelazima, nikad u istoriji nije prešlo. Ukupan nivo zahteva koji mi nismo mogli da izvedemo logistički je bio na nivou 200.000 tona. Dakle, pšenice, samo pšenice pričam. Razumete? U jednom danu smo imali, to je nemoguće, nema toliko kamiona, nemoguće da to izvedemo. Dakle, u jednom danu smo imali zahtev za četvrtinu naših ukupnih rezervi. U jednom danu. Tolika je pomama u regionu za žitaricama, cene su otišle u nebesa, svi moraju da obezbede hleb za svoje stanovništvo. Dakle, zato smo doneli tu meru. A sada će vlada, uvek će vlada imati svoju mogućnost da procenjuje, jer se to ne radi zakonom, već podzakonskim aktima. Dakle, kada vlada proceni da smo potpuno sigurni, u tom trenutku uvek može da dozvoli izvoz. Az Adashevci megvalósuló beruházás jelentős magyarországi és szerbiai támogatással valósul meg, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének posztjában az áll, csak mindkét ország politikai stabilitása tarthatja fent a két oldalú kapcsolatok dinamikus fejlődését, azon belül pedig elengedhetetlen a VMS aktív szerepvállalása és közösségünk híd szerepe az anyaország és szülőföldünk között. Az UBM üzem alapkövének elhelyezését élőben közvetítette reggel a Pannon TV, a felvételt a 20 órai híradónk után láthatják ismét.
12 órás tűzszünetben állapodott meg Ukrajna és Oroszország. A frontvonalak közeléből helyi idő szerint reggel 9 és este 9 óra között humanitárius folyosókon keresztül menekülhetnek a civilek. Közben az USA leállítja az orosz gáz, olaj és szénimportot. A tárgyalások első látható eredménye, hogy a heves ostrom alatt tartott kelet-ukrajnai Szumit sikerült evakuálni szerda reggelre. Körülbelül 5000 embert, köztük 1700 külföldi egyetemi hallgatót szállítottak át Poltavába. Mariupolból viszont még mindig nincs kiút. A mostanra romokban álló Fekete-tengeri kikötővárosból kedden sem tudtak elindulni a buszok, mert az orosz csapatok folyamatosan lőtték a konvojt, azzal az indokkal, hogy a buszok nem is civileket, hanem fegyvereseket visznek. A helyiek napok óta víz, villany, fűtés és orvosi ellátás nélkül próbálják túlélni a folyamatos tüzérségi és légitámadásokat. Úton van a kínai Vöröskereszt első segélyszállítmánya Ukrajnába, közölte a pekingi külügyminisztérium szóvivője. Elmondta, a szállítmány az első része annak, amint egy 5 millió yuan, vagyis mintegy 730 ezer euró értékű humanitárius segélynek, amelyet az ukrán Vöröskeresztnek nyújtanak, élelmiszerek és mindennapi használati cikkek formájában. Kína továbbra is elutasítja az invázió megjelölést az orosz-ukrán háborúra, és arról biztosította Moszkvát, hogy megérti jogos biztonsági aggályait. A külügyi szóvivő szerdán ismét az Egyesült Államokat és a NATO-t tette felelőssé az orosz-ukrán konfliktus kiéleződéséért. Peking mindazonáltal az ukrajnai válság tárgyalások útján történő megoldását szorgalmazza, és minden érintettet mérsékletre intett a feszültség további elmérgesedésének elkerülésére. Joe Biden a Fehérházban bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem importál több orosz gázt, olajat és szenet, amellyel szerinte az amerikai emberek újabb csapást mértek Vlagyimir Putyinra. Az amerikai elnök elmondta, azért léphették ezt meg, mert elegendő saját erőforrással rendelkeznek. A politikus hozzátette, megérti, hogy a szövetségesei közül nem mindenki tehet hasonlóan. Ugyanakkor kiemelte, hogy Washington közösen dolgozik európai partnereivel azon, hogy a többi állam számára lecsökkentse az orosz energiától való függőséget. A hírt Volodymyr Zelenszkij is üdvözölte. Az ország lakosságához intézett legutóbbi beszédében az ukrán elnök elmondta, ez a lépés jelentősen meggyengíti majd az orosz megszállást. A britek is leépítik az orosz importot, de nem azonnal, hanem fokozatosan, és az Európai Unió is már az év végéig megszabadulna orosz gáz iránti keresletének kétharmadától. Történelmi mélypontra került a rubel az euróval szemben, miután a moszkvai tőzsdén az euró árfolyama folytatva az elmúlt napok emelkedését történelmi csúcsra nőtt, valamint a dollár árfolyama is rekordszint közelébe került. Oroszország szerdán figyelmeztette a nyugatot, hogy a szankciókra adott válaszlépés fájni fog. Oroszország reakciója gyors, átgondolt lesz, és érzékenyen érinti majd azokat, akiket megcéloz, idézte a RIA hírügynökség az orosz külügyminisztérium gazdasági együttműködési osztályának igazgatója. Szerda délelőtt folytatódott a gázár hétfő óta tartó csökkenése a holland gáztőzsdén. Az árcsökkenésben szerepet játszott a Gazprom bejelentése, miszerint a megrendelt mennyiségű gázt fennakadás nélkül szállítja Ukrajnán át az európai fogyasztóknak, napi 109 millió köbmétert, ugyanannyit, mint kedden. Az orosz gáztól függő Európában a tagállamok sem egységesek abban, hogyan lehetne kiváltani. Ki kellene váltani az orosz gázt, aminek árából Moszkva a háborút is finanszírozza. Londoni pénzügyi elemzők szerint Európában inflációs sokkot, az orosz gazdaságban összeomlásszerű recessziót okozna, ha az ukrajnai háború miatt érvényesített szankciók közé bekerülne az orosz földgáz és nyersolaj importjának betiltása. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön Törökországban találkozik ukrán kollégájával Dmytro Kuleba külügyminiszterrel. A találkozó célja, hogy elősegítse a béketárgyalások előrehaladását. Alacsony terményárak, magas beruházási költségek, ezek sújtják a vajdasági termelőket. Ahhoz, hogy jövedelmet valósítsanak meg, nem csak az intenzív kultúrákban kell keresni a megoldást, hanem a földterület növelésében is. Minden nehézség ellenére azonban továbbra is kincset ér a vajdasági termőföld, vélik a termelők. Eközben az északbácskai gyümölcsösökben gondot okoz a földterületek eladása. Itt ugyanis az utóbbi években hiányos termés és bizonytalan kivitel volt tapasztalható. Emiatt a termesztők felszámolták a gyümölcsösöket, főként az almát.
Vajdaságban szinte minden alapélelmiszer megterem, hiszen minden feltétel adott ehhez. Az egyre bővülő élelmiszeripar és a globalizáció pedig nagymértékben hozzájárult ahhoz is, hogy az utóbbi években felértékelődjön a vajdasági termőföld ára. A minőségtől függően körzetenként változik az ár. Csantavér környékén jelenleg 6 és 7 ezer euró között mozog a szántó holdankénti ára, vagyis ennyi között mozogna, ha lenne eladó. Az utóbbi időben egyre kevesebb eladó földet lehet találni a környéken. A csantavéri Balassa Miklósék családja már 60 éve foglalkozik mezőgazdasággal. A gazda szerint az utóbbi napok globális történései semmiképpen sem hatnak majd pozitívan idén a mezőgazdaságra, kezdve a műtrágya áraktól egészen a búza és a kukorica árának növekedéséig. A nyersanyagbeszerzés, az energia nálunk a mezőgazdaságban, ez nagyon elment. Úgy a villanyáram, az üzemanyag, a nyersanyagok, ugye, amiket veszük, a vetőmagok, műtrágyák, különböző vegyszerek, ezek nagyon elmentek, és ebben az utolsó évben már nem is tudjuk, hogy egyáltalán érdemes-e venni, vagy hogy tudjuk igazdálkodni ezeknek a vetőmagoknak, meg a műtrágyáknak az árát, mivel tavaly még ugye nagyon lent volt a gabonaár, na most a tél folyamán ugye valami történt, háború, mi okozta az egészet, de nagyon elmentek a csillagos égekig az árak. Itt az állattenyészt is ez teljesen tönkretesszük, ugye már azok készen vannak, úgyhogy padlón van az egész, ugye a sertés vagy a szarvasmarha tenyésztés. És ha itt nem lesz valamilyen komoly a fordulat, akkor nagyon nagy bajok lesznek. Nehogy a gazdag vajdasági földekből éhen legyenek a vajdasági lakosok, mert nem tudnak megtermelni. Stábunk következő útja a hajdújárási Somogyi János gyümölcsösébe vezetett. 2 hektáron termes cseresznyét, közel egy holdon van megy, ugyanekkor a területen szilva, de van sárga barack és csemeges szőlő is. Almába nem mer nagyba befektetni. Ezt a gyümölcsöt, mint mondja, már csak hagyományból termeszt kis területen. A gazda arra panaszkodott, hogy egyre többen számolják fel a gyümölcsösöket a településen. És aki így dönt, az megint csak nincs könnyű helyzetben, mert vevő szinte nincs, és ha lenne, akkor sem kapnának a gazdák 2-3 ezer eurótól többet az itteni homokos földekért. A termesztő a jelenlegi háborús helyzet ellenére is a külföldi kivitelben látja a reményt. Bízok ebbe az évbe, hogy lesz jó kivitel, valamint az embereknek muszáj egyenek. Szóval az itteni termést, hogy ha nem lesz véletlenül kivitel, akkor leszünk csak problémában, hogy nagyon nagyok a költségek, nem csak az üzemanyagra gondolok, bármilyen, a vegyszerektől kezdve a munkára is. Az a lényeg, hogy utána a termést mink gazdák el tudjuk-e adni, vagy szenvedéssel, rengeteg cipekedéssel, mondhatni azt, hogy most piacról piacra menve vagy úgy fogjuk eladni az árut, vagy a másik opció, amit én azt mondom, szerintem sokan nem tudnak, de én bízok benne, hogy lesz kivitel, akkor pedig nagyon jó ára fog lenni a gyümölcsnek, és akkor mondhassuk azt, hogy a gazda, amiért dolgozott, több éven keresztül visszamenőleg, hogy meghozza majd a gyümölcsét. Kicsit visszakanyarodva a földárakhoz, Vajdaságban egyébként Bácska középső részén vannak a legjobb földek. A bánáti földek gyengébbek, de ezeknek is megvan az értékük, emelte ki Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke. A vajdasági földnek az áramanyagra jelen pillanatban valahol ott áll, a 10 000 euró körül lehet mondani hektáronként egy átlagárat. Ugyanezeket az árakat, tehát se Romániában, se Magyarországon még nem érték el. De ahogy elindult a náluk is a földnek az adásvétele, a forgalma, úgy ott is elkezdett az ár emelkedni. Úgyhogy a vajdasági földek igen, magas értékűek, tehát a szomszédos ország, mint Románia, Magyarországtól magasabban tudjuk eladni, vagy magasabban értékesítik. Természetesen az ár még attól is függ, hogy a szomszédnak az, vagy aki mi akarja venni, az mennyire akarja azt a vásárlást, és a földnek a fekvése, tehát hogy aszfaltút mellett van, közel a városhoz, a város melletti földeknek az ára, arról még nem is lehet beszélni, ott a csillagos eget is elkérik, tehát ennek a 10 000 eurónak a 10-szeresét is elkérik egy olyan hektár földi, ami mondjuk itt van Zenta alatt, tehát az ipari övezetnek a szélini, vagy az ipari övezetbe tartozik, de hát azok már extrém esetek, ott már inkább az építkezési terület, lehet, meg önnek akarják használni, és azért éri meg neki. Az illetékes kiemelte, jelenleg a mezőgazdaság ott tart, hogy megdrágult a tavaszi vetés költsége. Ennek ellenére a műtrágyát és minden egyéb szert meg kell vásárolni, mert ellenkező esetben termés hiány okoz majd kárt a gazdáknak. A termelők számára az lesz majd fontos, hogy mennyi lesz a búza és más termények felvásárlási ára aratáskor. Akkor dől majd el, hogy nyereséges vagy veszteséges lesz-e az idei gazdasági év.
A háborús helyzet azonban sokat vet alatba. A mezőgazdasági termelőknek jelen pillanatban az lenne az érdeke, hogyha szabadon tudnák értékesíteni a terményüket, de hallottunk olyan rendeletekről, amelyik a mezőgazdasági alapvető termékeknek a kivitelét betiltja, ami pedig azt fogja jelenteni, hogy az ár valahol ezen a szinten, ahol most van, vagy inkább ez alatt fog majd stabilizálódni. Természetesen minden ország, mindenki először is a saját lakosságának az ellátására gondol, a termelők pedig azt szeretnék, hogy legyen egy szabad kivitel, mert abban az esetben, ha szabad kivitel van, akkor az árak is mennek fölfele, hiszen tudni való, hogy az ukrán és az orosz piac volt az, aki a buzából és kukoricából is 25-30%-os részesedése volt a világpiacon, ami azt jelenti, hogy ha ezek a mennyiségek a világpiacról kikerülnek, akkor bizony nagy lesz a kereslet a buza után is, a kukorica után, a szója után is. Tehát ezek a termékeknek, a mezőség termékeknek a világpiacon az ára várhatóan, hogy még menne fölfelé. Ezt el lehet fogadni a kormánynak ezt a rendeletét, de nem biztos, hogy a termelők annyira fognak majd örülni ennek az ár véget. Tehát, hogyha az árak visszamennek, nem tudom én, olyan szintre, ahol ők már veszteségesen fognak termelni, ez még kihathat rá. De azért bízunk benne, hogy arra nem kerül sor. Egyébként csütörtökön lép életbe az alapvető élelmiszerek exportjának tilalma Szerbiában. Ilyen az olaj, a búza, a kukorica és a liszt. Szerbia jelenleg mintegy 800 ezer tonna búza és 1 millió tonna kukorica tartalékkal rendelkezik, ez pedig majdnem lefedezi az éves szükségletet. Az ország búza igénye évi 1,2 millió tonna, és a tartalékok mellett még a földművesek előtt áll az idei aratás is. Hogy ezek a globális tényezők milyen hatással lesznek a mezőgazdaságra hosszú távon, egyelőre még nem tudni. Ami viszont a gazdák és illetékesek szerint biztos, hogy az előttünk álló években sem lesznek olcsóbban a minőségi szántók Vajdaságban. Hiszen bármilyen nehéz időszakot is élt meg az ágazat, a gazdák akkor sem hagytak fel a földek művelésével. A stúdióban pedig köszöntöm Karai László közgazdászt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! Hát rengeteg témánk van, kezdve az élelmiszertől egészen a kőolajig, de kezdjük az élelmiszerrel és a mezőgazdasággal, hiszen úgy fejeződött be itt a bejátszás is, hogy holnaptól megindul ez az exporttilalom, ami azt jelenti, hogy hát különböző termékeket, ugye itt a búzát, a lisztet, egyéb dolgokat nem lehet külföldre szállítani, csak a kormánynak egy külön engedélyével. Mi a helyes út itt? Ugye a gazdák panaszkodnak, az államvezetés pedig azt mondja, hogy jó gazdamódjára most vigyázni kell arra, ami van. Hát valahogy a kettő közötti úta az, ami valószínűleg a legmegfelelőbb lenne, de el kell mondani, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzet közepette ez egy kikényszerített, de valamilyen módon megoldást és egy hosszabb távú megoldást is hozhatna, és óvatosságra int, és óvatosságot tükröz a kormány részéről, annak érdekében, hogy a lakosság ellátását biztosítsa ezen az időszakon belül, amit hát várhatóan nem lesz túl hosszú. Az államfő azt mondta, hogy lesz elegendő kukorica, só, kenyér, búza, hogy ezekre vigyázni kell, de hogy hogyan lehet ezt megvigyázni? Hát először is a számokkal kell egy kicsit eljátszani, ugyanis tudjuk azt, hogy körülbelül, és ami a nagyon-nagyon nagy előnye az egésznek, hogy a tavalyi termés nagyon jó volt, egy kiváló évet tudunk magunk mögött. A búza termelés körülbelül olyan 3,5 millió tonna volt, míg a kukorica termés olyan 6,2 millió tonnára hát próbálják megállapítani. Ez egy egész magas szám. Igaz, mi Szerbia nem vetekedhetünk se Ukrajnával, se Oroszországgal, ugyanis ők az első 2-3 ország között vannak a világon ezeket a gabonaféléknek a kivitelét illetően, de az első 10 között bent vagyunk. Tehát egy olyan biztonságot tudhatnánk jelenteni, vagy gondolkozni róla, amely egy hosszú távú lehetőséget arra ad arra, hogyha gondolunk az elkövetkező aratásra is, tehát egy biztonságot tudhatnánk ezáltal a most meglevő adatok alapján és a most meglevő tartalékok alapján mondani, ami az év végig bizonyára nem okozhatna gondot semmilyen ellátást illetően. Az üzemanyag árak is az egekben, Nyugat-Európában. Nálunk és Magyarországon egyelőre korlátozzák a benzinnek az árát. Meddig lehet ezt fenntartani? De ez megint attól függ, hogy meddig fog ez a háború eltartani. És mind a kínálat és kereslet alapján hogyan fogják az árakat alakítani a tőzsdéken is.
Most mindenki abban reménykedik, hogy ez a háború relatíve gyorsan befejeződik. Erre még nincs semmi olyan biztosíték vagy bizonyíték, ami ezt alá is támasztaná. Tehát új piacok után, új termelő országok után kell nézni, ahogy az államfő is elmondta, hogy a NAFTA behozatalt most már egy olyan rendelkezéssel próbálják enyhíteni, vagy a költségeit enyhíteni, hogy a harmadik országokból beszállításra kerülő NAFTA, az valamilyen módon a jövedéki adómentességet fogja élvezni, és a vámmentességet is. Tehát jó, azt jelenti, így akkor elnézést, hogy a szavába vágok, de így akkor csomó pénztől el fog esni az állam. És ez az pénz az valahonnan hiányozni fog. Ez igaz. Hát majd valószínűleg más forrásokból kell majd ezt pótolni, de minden esetre most az a fontos, hogy egy biztonságot hozzon létre az ország, és a gazdaság valamilyen módon tudjon továbbra is működni, lehet, hogy nem pont ezen a szinten, ami eddig van, de egy olyan biztonság legyen, hogy megmaradjanak munkahelyek, hogy a termelékenység alapjában is ezen a szinten maradjon, ami bizonyára megadja azt a lehetőséget, hogy a termelés által az állambevétele is valamilyen módon hát biztosítottak legyenek. Szerbia elítélte az ukránok elleni agressziót, területi integritása mellett kiállt, viszont nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és ez egyfajta lehetőséget is teremt talán az államnak. Ugyanakkor Brüsszelből pedig jönnek a kritikák, hogy azért nem hangolta össze a kül- és biztonságpolitikáját az Európai Unióval. Meddig tartható fent ez az állapot, és milyen lehetőséget adhat ez nekünk? Szerintem ez az állapot még relatívan fenntartható addig, amíg az Európai Unió országai meg nem állapodnak egy olyan szankciórendszerben, amit reméljük, hogy nem fognak elfogadni, amely sújtaná Oroszországot. Tehát itt mi valamilyen módon tudunk még lépni olyan irányba, ami valamilyen módon számunkra is biztonságot jelenthetne. Ugye itt volt ma Vajdaságban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, és a szerb államfővel együtt letették az alapkövét egy takarmánykeverő üzemnek. És itt utána a nyilatkozatokban azt mondták, idézni szeretném, hogy a magyarok a szerbek érdekeit is védik, és közösen próbálnak segíteni egymásnak ezekben a mostani nehéz időszakban. Mit tudnak tenni ezek a közép-európai országok, akik kelet és nyugat közé, talán úgy fogalmazok, hogy beszorulva, kihatással van rájuk kelet és nyugat is. Hogyan tudják ezt a helyzetet túlélni? Ez egy nem könnyű kérdés, szerintem ez egy stratégiai kérdés kellene, hogy legyen, amit a politikusok és a kormányok kellene, hogy egyeztessenek. És én úgy gondolom, hogy ez a jó együttműködés, ami Magyarország, Szerbia között van, ez biztos valamilyen alapot ad arra, hogy egy közös stratégiával, egy közös fellépéssel valamilyen módon hát enyhítsék ezt a két tábor közötti ellentétet. Kicsit beszéljünk saját magunkról, egyszerű emberekről. Itt ez mind nagy politika, nagy gazdasági érdekek, de mi mit tudunk tenni egy ilyen helyzetben? Mit tanácsol az embereknek? Érdemes tartalékolni, pénzt a bankban tartani, egyáltalán lisztet venni sokat? Mit érdemes ilyenkor tenni? Szerintem nem kell. Per pillanat nem kell semmi pánikot kelteni, mert az a legrosszabb, hogyha pánik helyzetet alakítunk ki, akkor egész elszabadulnak az indulatok és a gazdasági folyamatok is. Én úgy gondolom, hogy per pillanat egy olyan álláspontot kell foglalnunk, ami egy kivárást biztosít, és egy kivárási lehetőséget tesz lehetővé, azzal kipárosulva, hogy próbáljunk apránként esetleg olyan dolgokat megvásárolni, ami lehet, hogy hosszú távon eltartható, de nem kell felhalmozni semmit. Én úgy gondolom, és több helyen is olvastam, hogy nem ajánlott egyáltalán pánikkeltést okozni, mert egyszerűen akkor mindenkinek csak rosszabb lesz. Dinár árfolyamával mi lesz? Látjuk, hogy a forint gyengült az euróval kapcsolatban, az euróhoz képest, de a dinár az tartja az árfolyamát. A dinár tartja az árfolyamát. Tulajdonképpen itt két elemet kell kihangsúlyoznunk. Az egyik az, hogy egész magasak a szerbiai Nemzeti Bank devizatartalékai, és elég sok aranytartaléka is rendelkezik. Ez egy olyan alap, amely biztosíthatja a stabil árfolyamot. Az nincs kizárva, hogy nem lesznek napi ingadozások a középárfolyamhoz képest, de addig, amíg ilyen biztonságot sugal a bankrendszer, addig szerintem nem kell nagyon tartani az egésztől. Sőt, több helyen azt is olvastam, hogy a múlt héten létrejött hát pánikhelyzet, úgy mondjam idézőjelben, várhatóan is már több városban is csillapodik, és körülbelül hát egy bizonyos szintre visszacsúszott ez az árfolyam, amit a váltóirodákban eddig láthattunk. Karagy László, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást.
100 új munkahelyet biztosít az UBMT Kft. Új takarmánykeverő üzeme Adashevcén. Az alapkövet Alekszandr Vucic szerb elnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter helyezte le. A beruházás jelentős magyarországi és szerbiai támogatással valósul meg, hívta fel a figyelmet Pásztor István. A VMS elnöke szerint csakis mindkét ország politikai stabilitása tarthatja fent a kétoldalú kapcsolatok dinamikus fejlődését. Fontos, hogy a földgázszállítás Szerbiába és Magyarországra is zavartalanul folyik, emelte ki Szijjártó Péter Nikola Selaković szerb külügyminiszterrel való találkozóját követően. Szerinte a két ország egymásra van utalva, hiszen a földgáz Magyarországra nagyrészt Szerbiából érkezik. Felfüggeszti az alapvető élelmiszerek, az étolaj, a búza, a kukorica és a liszt exportját a szerb kormány. Az intézkedés csütörtökön lép életbe. Alekszandr Vucic szerint Szerbiában lesz elég só, cukor, olaj, liszt, búza és kukorica is. Állásbőrzét szerveztek Újvidéken, 50 munkaadó 800 szabad munkahelyet kínált az érdeklődőknek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján február végén a délbácskai körzetben 30.636 munkanélküli volt, ez pedig 3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Gunaras egy élhető fejlődő település Topolya községben. Az elmúlt időszakban többek között felújították az iskola tornatermét, jelenleg pedig a helyi közösség épületét építik át. A helyiek ragaszkodnak gyökereikhez, hagyományaikhoz, és ha nem is fő foglalkozásként, de minden háztartás foglalkozik mezőgazdasággal is. Stefan és Orsolya három lánygyermeket nevel takaros otthonában. Felmenőik is gunarasiak, mindig is itt képzelték el a jövőjüket. Mi ide születtünk mind a ketten, a szüleink is itt születtek, a nagyszüleink is, úgyhogy mi törzsgyökeres gunarasiak vagyunk. Itt maradtunk, így hozta a sors, meg nem is igazán terveztük, hogy minden elmegyünk. Szeretünk itt élni, a gyerekeket is szeressük, hogy itt falun nőnek föl. Itt nyugodtan kimehetnek az utcára játszani, akár mikor nyáron itt az utca hemzsik a gyerekektől, úgyhogy itt jó az élet. Nyugodt. Most sikerült munkahelyet kapnom nekem is, fél éve az iskolába dolgozok takarítónőként. Nagyon szeretem azt is, szeretem itt az embereket, itt mindenki mindenkit ismer. A településen, ha nem is főfoglalkozásként, de minden háztartásban foglalkoznak mezőgazdasággal. 7 éve dolgozok, mint falgondnok. Előtte mint szobafestő dolgoztam, akkor megkaptam ezt a lehetőséget, hogy falugondnokként dolgozzak. Azóta azt csinálom, nagyon szeretem, meg igény is tartanak az idősek rá, hogy segítünk nekik mindenbe. A gunaras is hozzám tartozik, és ha itt gunarason befejezem, akkor ha van igény, akkor még át kell mennem Zentagunarashoz, persze 30 kilométer én nekem egy irányba. Összesen 36 felhasználom van, ezekkel mindennapjainkat munka után, meg egy kis állattenyésztés, meg földműveléssel foglalkozunk. Ez inkább már megszokásból tartsuk, meg ilyen a falusi élet, hogy állat kő, hogy legyen a háznál. Bár is mink így szoktuk meg a szüleinktől, nagyszüleinktől, hogy állattenyésztéssel foglalkozunk. A termelők munkáját a gazdakör segíti, úgy pályázatok terén, mint szakelőadások szervezésével. A termény és a jószág bizonytalan felvásárlási ára okoz legnagyobb problémát, mondja Király Zoltán falugazdász, a helyi gazdakör elnöke. Az utóbbi években a tejtermelés az szinte negyedére csökkent a faluba, tehát itt 10 évvel ezelőtt több mint 1000 tehén volt a faluba, ma jó, ha van 300, akkor lehet, hogy bátran jósolok így is. Azt kell tudni, hogy a sertés tenyésztés is egyre szorul, jobban visszaszorul, tehát egyre kevesebben foglalkoznak. Talán még a kocák tartásával, tehát a malacozás az jobban megy, gyorsabban megfordul az embernek a pénze, kisebb befektetés. Malacra még van valamilyen szinten piac, de a sertések hizlalása is egyre kevesebb gazdaság, egyre kevesebb gazda vállalja fel a sertés hizlalás, és azt kell mondani, hogy a jószágtartás nagyon visszaesett az utóbbi években. Az utóbbi években a hízóbikáknak az eladása az utóbbi 1-2 évben azoknak megugrott az áruk. Tehát aki jószágtartással foglalkozik még, az esetleg a hízóbikák tartása, az most pillanatnyilag egy jó,
jó piacot, jó piac látszik rá. Azon kívül hát vannak itt új kultúrák is, például az olajrepce, ami nagyon nagy teret hódít, de egyébként az utóbbi két évvel azt lehet mondani, hogy akár a kukorica, akár a szója, akár a napraforgó ára, felvásárlási ára meglehetősen magas volt, úgyhogy azért az emberek próbálnak olyan kultúrákat termelni, amik nagyobb jövedelmet vetítenek elő. A Gunarasi Dózsa György általános iskolában folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél jobb, korszerűbb körülmények között tanulhassanak a diákok. Korszerűen felújított tornateremben zajlanak a testnevelés órák. A tornát mindig is szerettem, szeretek játszani, sportolni, rengeteg sportot kipróbáltam. A tornaórákban általában a kedvenceim, mikor ilyen interaktív játékos órát tartunk, mint most is. A tornaterem, mikor nem volt felújítva, akkor volt egy beázott, és hidegebb volt, most lett fűtésrendszer, és az öltözőket is felújították, szóval sokkal szebbek. A tornaterem felújítását az elmúlt évben fejezték be. 2018-ban felújítottuk a tornaterem tetőszerkezetét, a világítást a mennyezeten, a falakat, a padlózatot. A következő évben pedig az öltözőket, új bútorok is kerültek az öltözőkbe. És tavalyi évben sikerült befejeznünk, az utolsó fázis a központi fűtés felújítása volt. Így egy sokkal szebb és funkcionálisabb tornatermet kaptunk. Nem fáznak a gyerekek, örömmel tornáznak a tornateremben, meleg van mindenfelé. Azon kívül sikerült pár tornaeszközt is vásárolnunk, úgyhogy tényleg most már a tornaórák nagyon szépen zajlanak. Hány diák tanul jelenleg itt Gunarason, illetve hogyan zajlik az oktatás, illetve az iskolai élet? 102 gyerekünk van. Ugye, hogy másik iskolákban is minden évben kevesebb diák van, de azért még ez a 100-on föl létszám, ez még kicsit megnyugtató. És úgy tudom, hogy jövőre is lesz 15 elsősünk, ami szintén jó. Elsőtől 8-ig tanulnak a gyerekek ebben az iskolában csak magyar nyelven, és átlag létszám az osztályban 15. Úgyhogy szerintem ez még egy jó létszám ahhoz képest, hogy a környező intézményekben is mindig a létszám csökkenéssel küzdködünk. A faluban több infrastrukturális fejlesztés is történt, többek között a tűzoltók számára új garázsajtót szereltek fel, jelenleg pedig a helyi közösség épületét alakítják át. Ugye, előző évben kezdődtek a ma is folyó fejlesztések, a Betlen Gábor lapkezelő ZRT-nek is köszönhetően, hiszen egyes civil szervezeteink sikeresen pályáztak, így tavaly megkezdődtek a munkálatok a focipályán lévő öltözőnek a felújítása, és a tűzoltó garázsnak az átalakítása, hiszen a tűzoltó garázsnak a jelenlegi formájában az ajtója a belső udvarra nyílik, ahol egy közösségi tér van, és szükség esetén, amikor ki kell állni, akkor szoktak bonyodalmak lenni, és így gyakorlatilag átfordítsuk a garást, így a főút felé fog nyílni az ajtója, egy automata ajtót szereltettünk fel, így gyorsabban és hatékonyabban is tudnak majd a tűzoltók a helyszínre kiérkezni. Ez mellett pedig a kisebbik faluháznak a kisebb renoválása, átalakítása, tetőszerkezeti javítása volt terítéken, jelen pillanatban pedig a helyi közösség épületének a belső átalakítása folyamatban van, itt ki lesz alakítva egy tanásterem, valamint egy új irodarész is. 12 civil szervezet, köztük ifjúsági szervezet is működik. A fiatalok számára igyekeznek szórakoztató programokat szervezni, a legközelebbi egy nagyszabású majálisozás lesz. Ez egy szép riport volt Gunarasról, de a falu életét egy sajnálatos baleset árnyékolta be a közelmúltban. A tragikusan elhunyt Kancsár Enrique tiszteletére mára hirdet egy gyásznapot a Gunarasi Helyi Közösség Tanácsa. A 19 éves fiatal ember egy balesetben hunyt el, szombatról vasárnapra virradó éjszaka ütötték el, miközben gyalogosan közlekedett. A rendőrségi közlemény szerint a gyanúsított autós erősen ittas állapotban és engedély nélkül ült volán mögé, őt előzetes letartóztatásba helyezték. A horvátországi magyarokkal foglalkozunk a műsor folytatásában. Az ottani érdekvédelmi szervezet jó kapcsolatokat ápol a budapesti és a zágrábi kormánnyal is. Ennek köszönhetően fejlődni, gyarapodni tudott az ottani közösség. Jankovics Róberttel, a HMDK elnökével, Sós Georginak készített interjút.
A horvátországi magyarok is érezhetik a magyar kormány támogatását, nemzetpolitikai intézkedéseket, fejlesztéseket tapasztalhatnak, valamint a gazdaságfejlesztés is működik ott. Jankovics Róbertet, a HMDK elnökét kérdezem. Szabadkán, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Egy évértékelőjében tavaly évre vonatkozóan azt mondta, hogy felújítások, építkezések és további gyarapodás jellemezte a horvátországi magyar közösséget. Mondanak konkrét példákat, hogy mi az, amit kiemelhetünk az elmúlt évből? Elsősorban rólunk az fontos tudni, hogy egy több évtizedes megosztottság után vagyunk. Sikerült olyan politikai és életvitelszerű kompromisszumot kötni ebben a kis magyar közösségben, amely lehetővé tette nekünk, hogy az utóbbi évben, években tulajdonképpen ne önmagunkkal foglalkozzunk, hanem valódi fontos ügyeinkkel. Ezt tette lehetővé azt is, hogy az előző évek Covid-tól, ugye Horvátország földrengés sújtott a vidéktől függetlenül sikerült olyan politikai és olyan anyagi körülményeket teremteni, hogy ez a közösség fejlődjön. Ebben óriási szerepe volt és van a Magyarország kormányának, ami számunkra új, hogy sikerült a zágrábi kormányt is a prioritásunk, a céljaink mögé állítani. Így ennek a két kormány odafigyelésének köszönhető fejlődést sikerült eszközölnünk közösségünkben, aminek elsődleges célpontja a horvátország magyar oktatási rendszer fejlesztése volt. Itt új óvodák épültek és épülnek, fejlesztjük a meglévő magyar iskola rendszerünket, 4 magyar iskolánk van Horvátország területén. Sikerült végre jócskán megemelni a magyar iskolákba iratkozó diákok számát, amely egy konkrét eredmény. Tehát amíg a horvát iskolákban csökken az elsősök száma, a horvátország magyar iskolákban nő az utóbbi 2 évben. Emellett minden olyan terület, ami a kulturális autonómiához kötődő, tehát az egyesületeink, a média, stb. Ezt is fölfejlesztettük technikailag, személyi jellegűen, illetve infrastruktúrálisan is. Többnyire ugye magyarországi támogatásban, de ahogy mondom, mi nekünk sikerült a horvát kormányt is az utóbbi 4-5 évben a céljaink mögé állítani. Érintette a demográfiai kérdéseket. Horvátországgal kapcsolatban rendszeresen arról olvashatunk, hogy vészesen fogy a lakosság. Magyarok lélekszámát hogy érinti? Hát mi abban bízunk, hogy nem annyira fogyott a horvátország magyarság, mint ami a horvátország horvátság. Tehát az utóbbi 10 évben, ugye az uniós csatlakozás után főleg, tehát hogy megnyíltak a határok, tehát nagyon sokan elköltöztek, főleg Horvátország szegényebb részéről, tehát Szlavóniából, Drávaszögből, Szerémségből. Úgyhogy mi nem tudjuk még a 2021-es hivatalos adatokat, a népszámlálási hivatalos adatokat a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan, majd az év folyamán fogja a statisztikai hivatal nyilvánosságra hozni, de viszont az összlakosságra tudjuk, és tulajdonképpen ez az elvárásoknak megfelelő fogyás volt, mert tudtuk, hogy kevesebben vagyunk, és mindenki látja, hogy kevesebb a keresztelő, mint a temetés a falvainkban. Mi abban bízunk, hogy számarányban ez a csökkenés a horvátország magyarságban kisebb, mint a többségi nemzetben. Vajdaságban is működik a gazdaságfejlesztési program, önöknél is. Mik a tapasztalatok, milyen eredményeket hozott ez? Tehát, hogyha van egy egészséges és jó projekt, amit a magyar kormány támogatásához sikerült megvalósítanunk az utóbbi, most már 5 esztendőben, ez épp a HMDK vidék és gazdaságfejlesztési stratégiának az életbe lépése, illetve annak az operacionalizálása. Több mint 600 horvátországi magyar tulajdonban lévő cég és vállalkozat, illetve mezőgazdasági vállalkozat kapott olyan támogatást, amely előnybe hozta őket a horvát, illetve egyéb nemzetiségű szomszédjaikkal szemben, ami azt jelenti, hogy mi helyzetbe hoztuk a magyarokat, sikerült helyzetbe hozni a magyarokat, sikerült olyan körülményeket teremteni, hogy Horvátországban ma jó magyarnak lenni, és tulajdonképpen ez is tétje az április 3-ai választásnak, hogy tudjuk-e majd ezt a rendszert, ezt az asszimiláció elleni rendkívül hatékony eszközt tovább vinni. Mi azon leszünk, meg úgy érzem, hogy ahogy itt láttam a közösséget, ma Szabadkán is nem igazán kell itt senkit meggyőzni arról, hogy mit kell csinálnunk április 3-án, és minden részletre szokás szerint oda fogunk figyelni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm. Választások 2022.
bosnyák nemzetiségi kisebbségi listaként indul a Mufti hagyatéka, Igazság és Megbékélés pártja, Usame Zukorlić elnevezésű választási lista az április 3-ai előrehozott parlamenti választáson. A szavazólapon a 8-as sorszámot kapta a bosnyák párt, őket mutatjuk be a következő percekben. A közelmúltban elhunyt Muammer Zukorlić helyét az Igazság és Megbékélés pártjának vezetői székében a fia, Usame Zukorlić vette át, aki a választási listáját édesapja emlékének szentelte, és a lista átadást megelőzően is előbb az egykori politikus, tanár és vallási vezető sírjánál rótta le tiszteletét. Usame Zukorlić kiemelte, mindenképpen az apja által lefektetett elvek mentén kíván politizálni. Muftia nam je u amanet ostavio politiku pravde i pomirenja kojom ćemo nepokolebljivo ići u korist svih građana Republike Srbije i svih onih koji se identificiraju sa tom politikom. Naravno, mi ćemo zastupati interese bošnjačkog naroda u Skupštini Republike Srbije i u vladi Republike Srbije na principima partnerstva i nepoltronstva. Osim te politike, zastupat ćemo interese svih nacionalnih zajednica u ovoj državi, svih onih koji smatraju našu stranku liderom, koji će zagovarati njihova prava u ovoj državi. Usame Zukorlić kiemelte nem csak szavakban, hanem tettekben is apja hagyatékát kívánja folytatni. Zastupat ćemo pravdu i pomirenje, ali suštinsko pomirenje, prije svega između bošnjačkog i srpskog naroda, ali i pomirenje među svim narodima u ovoj državi i pripadnicima svih konfesija muslimanske, pravoslavne i katoličke veroispovijesti. A 133 fős listán nem csak bosnyákok, hanem romák is szerepelnek, így a listavezető szerint ennek a nehéz helyzetben lévő kisebbségnek is komoly képviselete lesz az országos politikában. A jelöltek főként tanárok, jogászok és közgazdászok, és a legtöbben a nyugat-szerbiai Szandzsákból származnak. Izuzetno nam je važno da se nastavi sa svim važnim projektima u Sandžaku. Važno nam je da se nastavi izgradnja autoputa prema Pešteru. Važno nam je da se nastavi sa izgradnjom puta Tutin-Novi Pazar. Također važno nam je da sve više Bošnjaka bude u važnim institucijama i u važnim organima ove države. 2020-ban az Igazság és Megbékélés pártja 4 mandátumot szerzett a választásokon, 2016-ban pedig 2 képviselőjük volt. Usame Zukorlić most arra számít, a bosnyák kisebbség jelentős része rájuk fog szavazni, és a korábbinál több politikusuk kerülhet be a parlamentbe. Választások 2022. És ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!